igazából én nagyon szeretek ezzel a korosztályjal foglalkozni, akár férfi, akár női fociról van szó. Szerintem nagyon fontos az U19-ből, tehát a fiatal felnőttből való beérés a felnőtt futballba. Mi arra próbáljuk őket nevelni, főleg lelkileg, tudásilag is, hogy ezt a felnőtt közeget a lehető legjobban tudják abszolválni majd, és nyilvánvaló célunk az, hogy a felnőtt csapatban minél több fiatal játékosunk kerüljön. Itt Lipóton az edzőtáborban ilyen sok mindenre próbálunk időt szakítani, ugye sokkal több mindent lehet csinálni, mint alapból, amikor otthon vagyunk. A csapatépítésen vagyunk most rajta elsősorban. Nyilván itt erőlétileg is lehet fejlődni, játékfelfogásban, egyéb dolgokban, de most a csapatépítésen vagyunk elsősorban. Jó fázisában tartunk ennek a projektnek. Azt gondolom, hogy a megkezdett úton jól és szépen tudunk haladni, és az edzőmeccsekre, illetve a bajnokságra megfelelően fel leszünk készülve. Már reggel 7-kor futással indítottunk, de ez szerintem egy nagyon kellemes futás volt, meg utána jó volt ugye a reggeli edzés is, mert ott meg már csak labda volt, és inkább hát labdával futunk, mint szárazon, és ez is sokkal élvezetesebb. Én szeretem a kemény felkészülést, a kemény munkát. Most egy kicsit máson van a hangsúly, inkább a csapatépítésen, meg inkább a játékokon, de én nagyon élvezem és várom a további munkát. Ugye 4 cím van. Annyit azért segítünk, hogy valószínűleg mindegyik csapatba 5 ember van, 4 szín van, ez 3 csoport egyelőre, amit látunk. Minden körülmény adott, hogy egy nagyon jó edzőtáborban vegyünk részt. Sokat fejlődhetünk, közelebb kerülhetünk egymáshoz, mert ugye új a csapat, újak a játékosok. Nagyon fontos, hogy jobban megismerjük egymást. Talán kicsit jobban kell figyelni az emberi és a belső dolgokra, illetve a csapatépítésre, mint olyan. Mi ezzel most el is kezdtünk azért mélyen foglalkozni. Hát igazából a lányok alapvetően nagyon szorgalmasan dolgoznak, persze sok fiú is nagyon szorgalmasan dolgozik, de a női nem talán még jobban, általánosában véve még jobban próbál koncentrálni az edzéseken, meccseken. Én nagyon szeretnék egy jó szezont magam mögött hagyni. Nyilván még össze kell szokni a csapatnak, kemény munka vár ránk, de úgy gondolom, hogyha mindenki hasonlóan gondolkozik, akkor szép eredményeket érhetünk el az évben.